Tisztelt Országgyűlés, köszönöm a szót, elnök úr. Az elmúlt években Orbán Viktor gyakran beszélt munkaalapú társadalomról, de emlékezzünk arra a WikiLeaks-en kiszivárgott elszólására, amit külföldi diplomatáknak mondott. Ne azt nézzük, amit mond, hanem azt, amit tesz. Sajnos azt kell megállapítanunk, hogy ebben a nemzet szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró területen is ugyanez a helyzet. Persze legyünk igazságosak, az elmúlt 32 évre jellemző, hogy nem megfelelő a magyar munkavállalóknak a helyzete. A Fidesz és a balliberális kormányok ugyanis egyaránt kiszolgálták a multinacionális cégek érdekeit az elmúlt évtizedekben. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint három területen vannak égetni tennivalók a magyar dolgozókat illetően. Először is hazánk is továbbra is sereghajtónak mutatkozik a fizetések tekintetében Európában. Ma pedig, amikor infláció és energiaválság van, ezek a fizetések még inkább elértéktelen lennek. Másrészt nagyon sok helyen rosszak a munkakörülmények, túlhajszolják a munkavállalókat. Nem csoda, hogy az évtizedek alatt sokan egészségügyileg, lelkileg is megsínlik a helyzetet. És végül az elmúlt 12 évben sorra nyírbálták a szakszervezeti jogokat. Gyakorlatilag ellehetetlenítik a dolgozói érdekképviseletet, hogy egy magyar dolgozónak ne legyen hova fordulnia, ha valahol joghátrány éri. Önök pedig ezt az egészet még meg is tetézték az elmúlt években azzal, hogy az oltatlan munkavállalókat diszkriminálták a Covid diktatúra keretében, rengeteg helyen elbocsátották őket, ezért követeljük a kártalanításukat, amellyel kapcsolatban határozati javaslatot is benyújtunk az érdekükben. Az elmúlt hónapokban pedig gyakorlatilag elárasztják a munkaerőpiacot a harmadik világból jövő vendégmunkások, mert a kormány a nyár folyamán egy rendelettel megengedte nekik, hogy munkavállalási engedély nélkül is jöjjenek, a multik pedig meg is kezdték a magyar munkaerő szisztematikus lecserélését, és mindezt a magyar kormány támogatásával teheti. Az elmúlt napok eseménye pedig sajnos a munkatörvénykönyvének tervezett módosítása, amelyről egyébként úgy nyilatkozott az egyik hozzánk közel álló velünk kapcsolatban, munkakapcsolatban lévő szakszervezeti vezető, hogy szintet lépnek a munkavállalók kizsákmányolásában. És valóban, ugyanis a tervezet szerint még az is elképzelhető, hogy egyetlen szabad napjáról sem rendelkezhet a munkavállaló, hogy mikor szeretné azt kivenni, mikor szeretne szabadságra menni. És az egészségügyi állapotuk miatt megváltozott munkaképességű dolgozókat pedig végkielégítés nélkül lehetne elbocsátani. Ezek a tények felháborítóak, és valójában megmutatják, hogy mennyit ér a Fidesz úgymond munkaalapú társadalma, bár sokkal inkább oltásalapú társadalomról beszélhetünk már a Covid diktatúra óta. Mindenesetre a multik és a globális nagytőke kiszolgálása, az új világrendbe való betagozódás kiszolgálás jelzi a kormányzat működését, ebből kifolyólag pedig a dolgozók kizsigerelése a minél nagyobb profit érdekében, ahogy arra Parag László is rávilágított, be is vallotta, hogy Magyarország erőssége az olcsó munkaerőben rejlik. A Mi Hazánk mozgalom viszont merőben más utat ajánl, egy olyan országot szeretnénk, ahol a magyar dolgozó fontosabb. Ennek érdekében stabil béremelésre van szükség, itt három fő területre szeretnék rávilágítani. A multikat rá kell bírni, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért adják meg egy magyar dolgozónak, mint akár mondjuk a németországi anyavállalatban. Mert a magyar dolgozó munkája is ugyanannyit ér, ha ugyanazt a munkát végzi. A multiknak van is pénzük a béremelésre, csak politikai akarat kell hozzá, hogy ezt elérjük. Persze, aki ezt a lépést az uniótól várja, az tévedésben van, vagy ő maga a megtévesztő. Másrészt a legfontosabb a KKV-k, ők adják a munkahelyek mintegy 70%-át. Náluk viszont az a helyzet, hogy még ha akarnának, sem tudnának béreket emelni, ugyanis óriási adók terhelik őket, esetükben tehát egy magyar érdekű új adópolitikára van szükség. Végül pedig szólnunk kell az állami vállalatok helyzetéről is. Itt az államnak van óriási feladata, komoly átszervezésekre van szükség a túlfizetett bürokratikus vízfejek helyett,
forrásokat kellene felszabadítani, és hát ebből volna a lehetőség béremelése ebben a szektorban is. Hosszasan sorolhatnám még a Mi Hazánk Mozgalom Víradat programjának alapvetéseit, amelyeket Lantos János, a Mi Hazánk munkaügyi kabinetjének vezetője is rendszeresen feszeget. Egy dologban azonban egyezzünk meg, ez egy össznemzeti ügy, amely egész Magyarországot érinti. Itt dolgozik mintegy 4,7 millió munkavállaló, nekik vannak családjaik, ezért kérem, hogy ezt a nemzetstratégiai kérdést végre a multik érdekeitől mentesen vizsgálják. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, a kormány nevében Fónagy János államtitkár úr kíván válaszolni. Öné a szó, államtitkár. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Az elhangzott napirend előtti felszólalásnak két elemével feltétlenül egyetértünk. Az egyik, hogy ez a társadalomnak talán a legfontosabb ügye, a másik az, hogy egy folyamatos karbantartást, folyamatos odafigyelést, folyamatos kormányzati tevékenységet igényel. Engedjenek meg annyi magán megjegyzést hozzá, hogy magam 40 évi ózdi tartózkodása és az északi iparvidéken szerzett tapasztalataim megerősítenek az előbbi mondatokba, tehát ebben tökéletesen igazat kell adnom képviselőtársamnak. Ugyanakkor én óva intek mindenkit, hogy a meglévő folyamatok mellett a demagógia ingoványos talajára térjen. Magyar kormány az elmúlt 12 évben fokozott figyelmet fordította a munkahelyekre, a munkaalap, ön által is említett munkaalapú társadalomra. Minden közvéleménykutatás, minden szociológiai tapasztalat, minden társadalompolitikai vizsgálat arra az eredményre jut, hogy a magyar társadalom éppen a rossz történelmi tapasztalatai, a múlt rossz történelmi tapasztalatai miatt leginkább a munkahelyek elvesztésétől, a megélhetés, a létbizonytalanságtól tart. Ez érdekes mód, vagy figyelemre méltó módon a Covid alatt is a járvány sem előzte meg ezt a társadalmi alapállást, és tulajdonképpen most, amikor a határainknál háború dúl, akkor a háborútól való félelemből is az a következménytől tartunk leginkább, hogy a megélhetésünk, a munkahelyeinket elvesszük. Ezért alapvetően fontos az a tény, amit képviselő úr is elismert hozzászólásába, hogy Magyarországon ma mintegy 1 millió emberrel több dolgozik, mint egy néhány évvel ezelőtt. Ma 4,7 millió ember dolgozik, ennyi aktív foglalkoztatott ember a jelenkori magyar társadalom és gazdaság érdekében még nem volt. Bő 10 év alatt, mint említettem, 1 millió új munkahelyet hoztunk létre. Hazánkban jelenleg az uniós rangsorban az 5. a legalacsonyabb a munkanélküliség. Ez azt mutatja egyébként, hogy az elmúlt 10 év tevékenysége és eredményei mellett a mai háborús helyzetben is eredményes a kormánynak ez ezirányú tevékenysége, és az, hogy a gazdaság élénkítésével a gazdaság a munka adóknak is a foglalkoztatást elősegítő megtámogatásával egy olyan helyzetet teremtünk, hogy ma a magyar dolgozók létbiztonsága adott, munkahelyei adottak és biztosak. Képviselő úr említette a béreket. Ebben tisztelettel vitatkozom az ön által elmondottakkal. Az egy természetesen egy hálás ellenzéki magatartás, hogy mindig többért követelünk, hiszen ha bárkit megkérdezünk, hogy szeretne több fizetést, nyilvánvalóan az a válasza, hogy igen. Ugyanakkor a bérek folyamatos emelkedése megkérdőjelezhetetlen, hiszen a gazdaság adott körülményei között a teljes munkaidőbe alkalmazásba állók bruttó átlagkeresete 2022 nyarán 500 ezer forint volt havonta. A nettó átlagkereset a kedvezmények figyelembevételével is megközelítette a 345 ezer forintot.
hozzáteszem, hogy az átlagkereset növekedéséhez főként a minimálbér és a garantált bérminimum emelése járult hozzá. A minimálbér 2011-ben 73.500 forint volt, jelenleg 200.000 forint. A ukrajnai háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt az energiaárak jelentősen növekedtek, és a szankciós infláció okozta problémák enyhítésére a kormány egy 11 pontos akciótervet hozott létre, amely közül 5 a családoknak, 6 pedig a vállalatoknak és a vállalkozóknak nyújt segítséget. Ez azt mutatja, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük ezt a kérdést, és a lehetőségeinkkel, a parlament által adott felhatalmazással élve a folyamatosan meghozzuk azokat az intézkedéseket, amely a 4,7 millió ember folyamatos foglalkoztatásához és jövedelmük fokozatos növekedéséhez szükséges. Köszönöm, elnök úr, a türelmét.